Gál Bálint és Németh Márió nélkül lépett pályára a Videoton ellen idegenben, a zsinórban négy bajnokiát megnyerő haladás. A szombathelyek a 10. percben akár a vezetést is megszerezhették volna, de Ars nagy zicserben hibázott. A túloldalon a második félidő elején viszont Stopira élt az ölébe hullott lehetőséggel, amikor Négó lövését követően az üres kapuba továbbította a játékszert. A 69. percben egyenlíthetett volna a Vasi gárda, de Polgár hatalmas helyzetben a kapufát találta el. Nem sokkal később viszont eldőlt a meccs, Oliveira beadását Fecesin fejelte a hálóba, ráadásul a gólnál Király Gábor megsérült. A 3-0-es végeredményt Géresi állította be a derbi utolsó pillanataiban. Az első fél időben, az első 10 percben különösen egy lehetőségünk is volt, és egy nagy helyzet, ami kimaradt. Aztán 1-0 után pedig szintén egy kapufánk volt. Aztán utána 2-0 után eldőlt a mérkőzés, a sérülésem jött jól természetesen. Király Gabinak a sérülésére gondolok, és a mérkőzés előtt egy nappal Gál Bálint az érzékeny veszteség volt. A Videoton csapata megérdemelten nyerte a mérkőzést. Az utóbbi időben alaposan megerősített fehérváriak sok helyzetet dolgoztak ki, amiből hármat értékesítettek is. Ezzel szemben a haladás játékosai a legnagyobb zicsereket is elhibázták. Megvoltak a lehetőségei a haladásnak, Kovácsik Ádám védett pár nagyot, és a kapufát is eltalálták. De mi voltunk a jobb csapat, és egy jól sikerült második félidő után megérdemelten nyertük meg a meccset. A haladás a veresége ellenére továbbra is a bajnoki tabella harmadik helyén áll. Mészöd Géza legénysége legközelebb szeptember 17-én szombaton az Élovas Vasasgárdáját fogadja Sopronban.